És már itt is emeltem Balla Borbála, a francia intézetnek a sajtóreferens. Szia, köszöntelek téged itt a Hősök tere mellől. Hát ugye a francia utcabárról és a filmvetítésről fogunk beszélni, ami majd ugye a Holdudvarban lesz. Szépen sorjában mit lehet tudni erről az utcabárról? Már önmagában egyébként ez magával ragadó, de mégis mit akar? Igen, a francia utcabál egyébként egy elég ismert esemény így július közepén, hiszen a francia nemzeti ünnep július 14-én van. Hosszú éveken át az egész rakparton, a francia intézet mellett, ugye a budai oldalon tartottuk ezt az utcabált kirakodóvásárral együtt, aztán egy pár évig szüneteltünk, és most egy családiasabb méretet találtunk ki, tehát most nem az egész rakparton, hanem csak a Pala utcában lesz ez az utcabál. Tavaly ez nagyon bevált, hihetetlen jó hangulat volt, és tényleg azok voltak ott, akik igazi fanatikusai a francia kultúrának, vagy éppen csak ismerik mondjuk Palotait, ugye a jól ismert DJ-t, vagy éppen azt a francia csapatot, aki eljött hozzánk játszani, és akkor eljöttek egyet táncolni, vagy meginni egy jó frissítőt, úgyhogy én azt gondolom, hogy idén is ez várható. Körülbelül olyan 1000 ember szokott ott összegyűlni és mulatni. Idén este 6 órakor már megnyílnak a kapuk, de az első koncert 7 órakor lesz. Akkor már rögtön a francia zenekar csap bele. Ez tipikusan francia banda, ez azt jelenti, hogy francia chanson és jazz swing elemek fognak vegyülni zenéjükben, és utána pedig jön a magyar csapat, a Cabaret Medrano, akik úgy hívják magukat, hogy kávéházi cirkusz, latin és balkáni ritmusokkal, úgyhogy hát ez is egy ilyen táncosabb formula, és akkor végül az estét DJ Palotai zárja, aki pedig egy nagyon jó barátunk, és régóta dolgozunk vele, és ismeri abszolút, hogy tehát az ízlésünket, hogy milyen zenéket szeret a közönség, és hát hatalmas partiba fordul át egy kicsit később este. Azonnal beszélünk egyébként a filmvetítésről, és csak megfogalmazott bennem egy kérdés, hogy aki esetleg, mit gondolsz, hogy aki esetleg nem jártas annyira a francia kultúrában, az is jól érezheti magát is értékelni, meg érteni fogja ott a dolgokat egyébként ezen az utcabálon? Igen, abszolút, mert pont az a célunk, hogy a francia művészekkel magyar művészek is találkozzanak, tehát mindig van egy francia koncert, egy magyar koncert, tehát a közönség az szerintem mindenféleképpen felveszi a ritmust, és utána mindig van egy közös számuk. Maga, ugye említetted, hogy filmvetítés, az pedig majd csak 2 nappal később, tehát július 14-én indul, aminek a helyszíne ugye a Holdudvar, ilyenkor a francia intézet kitelepül, elhagyjuk a 4 falat, és hát tulajdonképpen megindítjuk a nyári turnust. Ez már több éve zajlik, ez a 6. alkalom, és hát ez is egy nagyon bevált nyári program. Minden évben igyekszünk megszervezni, most hál' Istennek a foci is úgy jön ki, hogy nem az egész nyarat foglalja el, hanem lezáródik kb. Az utcabállal egy időben, ha jól tudom, bár én ezt nem követem. Úgyhogy egy hónapon át francia vígjátékokat lehet majd megnézni a Holdudvarban, minden hétfőn és csütörtökön, és tényleg ott is az a cél, hogy mindenki ellazuljon, és tényleg egy kellemes estét töltsön el szabad téren. Mondtad, hogy vígjátékok egyébként, de ezek a francia vígjátékok, ezek a könnyebben emészthető vígjátékok, vagy inkább a művészebb vonalt képviselitek? Igen, hogy a francia, akkor mindig kötik ezt a szót hozzá, hogy művészi. Bocsánat. De tényleg, tehát ez nem véletlen, erre büszkék is vagyunk. Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül könnyed, tehát úgy is fogalmaztuk meg, hogy ezek a francia vígjátékok sokszor csipkelődős, néha abszurd. Asterix és Obelix. Igen, akár. Most lesz egy-egy ilyen drámaibb vígjáték is, tehát nem feltétlenül az a nagyon könnyed kacagós, de lesz olyan is, tehát például lesznek kifejezetten csajos filmek, ahol egy szingli lánynak
a kicsit ilyen botladozós hétköznapjait követhetjük nyomon, de lesznek hatalmas nagy francia ikonok is, nem tudom, Vanessa Paradis, ugye, akit énekesi karrierről is ismerjük, illetve Johnny Deppel való kapcsolatáról. Hát ő is megjelenik az egyik filmben, hát az egy kicsit könnyedebb film lesz, de nem jelenti azt, hogy azért nagyon könnyű a tartalmát tekintve. Úgyhogy, de igen, amit még talán kiemelnék, hogy ami fontos volt, hiszen ezt nem egyedül szervezzük, hanem több partnere, és az az angol nyelvű magazin, a fanzin, akikkel minden évben együtt dolgozunk, ők elég sokat hozzájárulnak, ami a közönséget illeti, tehát ők bevonzák azokat az itt élő külföldieket, akik vagy franciával, vagy más nyelven beszélnek, emiatt mindig figyelünk arra, hogy a film az angolul feliratozva legyen, így nem kell feltétlenül franciául tudni. Egyébként lesz két olyan film, ami angol nyelvű lesz, tehát hogy nem felirattal, hanem kifejezetten direktben angol nyelven megy, annak ellenére, hogy francia rendezés. Tehát ebből is kiderül, hogy a francia vígjáték azért nem egy betokosodott valami, hanem abszolút rugalmas. Az egyik New Yorkban, a másik San Franciscóban játszódik, tehát hogy te szerintem egy nagyon rugalmas műfaj, és egyébként Franciaországban most nagyon megy a vígjáték. Beszéltünk utcabárról, beszéltünk ugye filmvetítésről. Te mit gondolsz egyébként, hogy a magyarok mennyire vevők a francia stílusjegyekre? Én azt gondolom, hogy például ha a mozit nézzük, akkor évente talán 35 film kerül forgalmazásba, azért nem egy rossz szám. Ha azt nézzük, hogy ugye mindenki letölt, nem mennek el moziba az emberek, sőt a művészmozi, mint műfaj, az már nem is biztos, hogy a legkelendőbb. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó szám, és egyébként pedig a francia intézetben is azért sokan járnak, tehát nyilván az is egy mérőszám lehet, hogy a mi programjainkra mennyien kíváncsiak. A kulturális programok mellett egyébként vannak konferenciák is, meg ugye nyelviskola, könyvtár, tehát hogy azért ez elég sokrétű, és sokszor a francia nyelv a tanulmányokhoz is kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy erre még mindig van kereslet, és lesz is addig, amíg... Tehát nem csak az angol vagy amerikai kultúrára vagyunk éhesek. Ezt azért örömmel hallom. Tehát akkor még egyszer, az utcabál és a filmnapok mikor lesz? Az utcabál szombaton, július 12-én már 6 órakor lehet érkezni. A koncert, az első koncert 7 órakor kezdődik, és a filmvetítések a Holdudvarban pedig következő hétfőn, tehát július 14-én kezdődnek, és augusztus 14-ig tartanak. Fantasztikusan, az Ibor Bála, köszönöm szépen! Köszönöm szépen!